Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 12-éig. A sarokkártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége. Itt látható ez a kutya, természetesen jelenthet házi állatokat is, kutyát vagy cicát, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utal a hűségre, vagy a baráti körre. Itt van a kutya mellett a szerencse, a 4 levelű lóhere. Nem csak a baráti körben van szerencse, hanem ami a munkát illeti, hiszen a horgony szimbolizálja a hivatást, a munkahelyet. Itt szerencse lesz, erre utal a 4 levelű lóhere, és itt a munkahelyen lehet egy jó barátság, vagy valaki olyan barátilag közeledik hozzád. A következő sarokkártyán látható ez a levél. Vagy lesz egy jó hír a baráti körből, vagy jelenthet ez a levél egy szerződést is, mivel a horgonynál munkáról van szó, ez lehet egy munkahelyi szerződés, ami szerencsét hoz. A következő sarokkártyán a csillagok láthatóak, ami szintén szerencsét hoz, de jelenti az időt is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Lehet, hogy jelenleg még valami átláthatatlan, amire a felhők utalnak, és előfordulhat, hogy ez a szerencse nem a héten történik, hanem a későbbiekben. Erre utalnak az egerek, hiszen ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az nincs ott, tehát eltávolítják ezt. Én úgy mondanám, itt várható a szerencse a munkát illetően, egy jó szerződés, és szerencse, ami a baráti kört illeti, vagy a barátságokat. Itt látható a csillagképen újra ez a szerencse, de utal az időre is. Lehet, hogy még türelmesnek kell lenned, mire ez a szerencse bekövetkezik, és pontosan ezt jelentik itt az egerek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a kártyaképen. Előtted ez a kisfiú utalhat gyermekekre. De a gyermekeknek van szimbolikus jelentése, jelenti a fiatalos kisugárzásodat, de utal egy új kezdetre is. És milyen területen várható ez az új kezdet? Erre utal a ház. Egy lakhelyi változás. Valami változik az otthonodban. Az is lehet, hogy lesz egy kellemes meglepetés, egy látogatás, erre utal a virágcsokor, vagy az is előfordulhat, hogy a rokonságban lesz egy meghívás, hiszen ez a ház utal a szülői házra, vagy a rokonokra is, és itt nyílik egy új ajtó, egy új lehetőség együtt lenni a rokonokkal. Amit még a kártyák jelentenek, ez a ház az otthonod, itt van a tisztaság, ezt jelenti a nap, és te megszépítesz valamit az otthonodban. Ha a lelkitársadról van szó, akkor ő itt jelenik meg a képen, és ő is kapcsolatban áll a házzal és a nappal, így látható, tehát nála is vannak változások, ami a családot illeti, és itt tisztázódik valami. Persze, az is lehet, hogy kettőtök között lesz itt egy közös otthon, mert mindketten kapcsolatban álltok ezzel a házzal, te is, és ő is. És itt van a kulcs. Tehát itt kinyílik ez az ajtó, ehhez a közös otthonhoz, és ez a kisgyermek utalhat gyermekekre, mint például egy kisbaba születésére, vagy jelenti ezt az új kezdetet. De számodra, ha te egy hölgy vagy, még ez átláthatatlan, hiszen itt van melletted a felhő. Az ő háta mögött megjelenik a hegy, ez utal a múltjára, a nehézségekre, de ő ezen túl tette magát. Ami őt foglalkoztat a gondolataiban, arra utal ez a két kártya. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, és a könyv az jelentheti az adóhivatalt, és a könyvnél a könyvelésről van szó, vagy kereskedelmi kapcsolatokra is utalhat. Amit ez a torony még jelenthet, az egy nagy város, és akkor ott lenne ez a ház. Az jelenthet egy költözködést. A torony és a könyv jelenthet iskolázást is, és ilyen esetben nála továbbképzésről van szó. Ő tervez egy munkahelyi változást, hiszen a horgony utal hivatásra, munkára, és itt van mellette a koporsó, tehát ő le akar valamit zárni, döntéseket hoz. Itt van előtte ez a kereszt, az azt jelenti, ő hisz magában, hogy ez sikerül, és itt meg lesz ez a szerződés, ez a munkahelyi szerződés nála is. Amit ez a kereszt még jelenthet, a sorsa, a döntések, amikor az élet útján elérkezett most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez lehet egy munkahelyi változás, de ő lezár valamit, ami a családját illeti, és ez a torony jelenthet bírósági dolgokat, hivatalos ügyeket is, például vállást, és az most le lesz zárva, erre utal itt ez a koporsó. Esetleg lehet egy örökösödési ügy is, és hamarosan megkapja ezt a dokumentumot, ezt a szerződést. Ami téged illet, ha te egy hölgy vagy, akkor a gondolataidban megjelennek az egerek. És ennek egy szimbolikus jelentése van. Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Ez utal a te gondolataidra. Ha olyan negatív gondolataid voltak eddig, ó, ez úgysem sikerül, ezt nem fogom megkapni, ezt úgysem érdemeltem meg, akkor most, jelenleg elbúcsúzol ezektől a negatív gondolatoktól. És látni fogod, hogy mennyire magabiztos leszel, hiszen ezt szimbolizálja ez a kulcs, és ez a gyermek azt jelenti számodra, mint egy újjászületés, és akkor megvannak itt a kapcsolatok, a kisugárzásod, és ez a virágcsokor jelenti a kellemes meglepetést, vagy a szerencsét. És pontosan ebbe az irányba tekintesz. Ami még fontos lehet, ez a könyv, a tudás. Vagy találsz egy könyvet, ami értékes számodra, vagy lesz egy továbbképzés. Azt is jelentheti ez a könyv, hogy a lelki társad eddig nagyon zárkózott volt. Itt voltak a titkok a baráti körben is, és ez most elmúlik, ezzel lesz szerencséd, két kártya utal erre, és a nap azt jelenti, hogy kiderül az igazság, vagy utal erre a kisugárzásra, erre a nyitottságra. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!